Sümegvárosi Televízió legfrissebb adásával jelentkezünk. Köszöntöm nézőinket, Antal Mónika vagyok. Már mutatjuk is, milyen témákról lesz szó mai híradónkban. Képes tartalomjegyzékünk következik. Újabb siker. Megújult a belvárosi piac. Évzáró ünnepségek. Véget ért az első tanév a szakképző iskolában is. Otó kiállítás. A tanyavilág jelenik meg az Emlékház tárlatán. Sümegváros önkormányzata a helyi gazdaságfejlesztés témakörben benyújtott vásári forgatag elnevezésű pályázaton 100 millió forint visszanemtérítendő támogatásban részesült. Ennek egyik részéből valósult meg a belvárosi piactér rendbetétele. Megújult a régi tetőszerkezet bádogozással, új térburkolat került a régi betonra, faljavítások, falfestések történtek, csapadékvízelnyelőket, valamint közvilágítást építettek ki. Ilyen volt, és a pályázatnak köszönhetően ilyenné változott a belvárosi piac. Igényes tetőszerkezetet alakítottak ki, rendbetették a falakat, és ami nagyon jelentős, hogy térkővel látták el az egész tér aljzatát víznyelőkkel. A teljes támogatási összegnek mintegy 22%-át fordították erre a területre. A projekt másik feléből a Tarisznyavárnál alakítanak ki majd egy vásári forgatag létrehozására alkalmas turisztikai helyszínt. Tegnap előtt szombaton kint jártunk a piacon. Vittünk két nagy kosarat, meg is telt egy perc alatt. Vettünk egy fejkáposztát, petrezselymet, fokhagymát, krumplit, céklát, paprikát, sárgarépát, salátát. Vettünk diót, mazsolát, mogyorót és mandulát, laskagombát tönkével, zellergumót zöldjével. Az ünnepélyes projektzáró rendezvényen Véglászló polgármester hangsúlyozta, újra egy nagy esemény előtt állhatunk, és az elmúlt néhány évben sok hasonlón vehettünk részt egy-egy új projekt befejezéseként. A felújítás nagyon időszerű volt. Ha visszaemlékszünk rá, hogy milyen méltatlan körülmények fogadták az ide látogatókat, az itt vásárlókat, és természetesen az árusokat is, akkor azért megegyezhetünk abban, hogy ez a mostani környezet, ez tényleg méltó Sümeghez, Sümeg történelmi hangulatához, és egyáltalán a belvárosunkhoz. Emlékezhetünk rá, hogy itt egy nagyon rossz állapotban lévő, feltöredezett beton burkolat volt, most pedig szép viakolor burkolat, a világítás is megújult, és egyáltalán én úgy gondolom, hogy valóban méltó környezet ez. Sümegen mindig nagy hagyománya volt a piacnak, hangsúlyozta a városvezető. És ennek igenis nem csak gazdasági szerepe van, hanem egy közösségformáló szerepe és ereje is van. Ez egy olyan közösségi tér, ahol a sümegiek és a sümeg vonzás körzetéből, az emberek a falvakból, nem is csak a sümegi járásból, hanem Zala megyéből is bejönnek ide hagyományosan több nemzedék óta, itt vásárolnak, és szerintem nagyon jó érzés lesz nekik is, nekünk is, hogy holnaptól egy ilyen környezetben tehetik mindezt. Végül a polgármester köszönetét fejezte ki a megvalósításban résztvevőknek. Megköszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a projektben, az ötlettől kezdve a megírásán át a megvalósulásig, hogy ezt megtette. Nagyon nagy munka van ebben is, mint a többi projektben is. Megfeszített munka folyik az önkormányzatnál, és még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és természetesen azért elsősorban így az átadáson a kivitelező közszolgáltató Kft.-nek, akikről el kell, hogy mondjam, hogy tényleg és valóban erejükön felül néha teljesítenek az utóbbi néhány évben. Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő azt emelte ki köszöntőjében, hogy jó Sümegre jönni, hiszen szemmel látható a fejlődés, amely az elmúlt 5 év alatt végbe ment. Megújult a kintézmények, óvoda, megújult a járóbeteg,
csapadékvizelvezető rendszer megújult, új fejlesztési lehetőségként nagyon sok műszer érkezett a járóbeteg ellátóba, az emberek egészségi szempontjából is fontos beruházások valósultak meg, felépült egy teljesen új uszoda, folyamatban van a tornacsarnoknak, egy új csarnok épületnek a felújítása, és még számos olyan beruházás, amely egyértelműen a város fejlődését mutatja, példázza azt a jó munkát, odaadó jó munkát, amit a városvezetés folytat polgármester úr vezetésével. Sokan úgy vélik, mondta, hogy a fideszes vezetésű települések tudnak igazán jól fejlődni. Sok esetben igaz, de nem csak a fideszes városvezetés tud fejlődni. Azt gondolom, hogy az elsődleges az, hogy legyen egy jó csapat, amely képes a fejlesztési forrásokat lehívni, legyen egy jó városvezető, amely ezt a csapatot össze tudja fogni, és természetesen az elképzelések, a fejlesztési javaslatok, azok legyenek összhangban a kormányzati szándékkal, a kormányzati és a megyei vonatkozásban a fejlesztési elképzelésekkel. A sümegi városvezetés hosszú idő óta jól együttműködik, a fejlesztési elképzeléseket jól össze tudja hangolni a megyei és kormányzati törekvésekkel. Én azt gondolom, hogy ez az az út, ami Sümeg számára kiválóan kitaposott, és nagyon bízom abban, hogy az októberi választások után is hasonló felállású városvezetés lesz, amely szintén össze tudja hangolni a fejlesztési projekteket, a fejlesztési elképzeléseket a megyei tervel, és jól összhangba hozza az ország elképzelésével. Én szívből gratulálok polgármester úrnak és csapatának a megvalósításhoz, és azt kívánom, hogy még nagyon sok ilyen fejlesztésen lehessünk itt Sümegen, adhassuk át a beruházásokat a lakosság számára, és élvezhesse mindenki ennek örömét, és élvezze ennek az elképzelésnek a sikerét is. Viola Norbert, a Sümegi Közszolgáltató Kft. Ügyvezető igazgatója a projekt kivitelezőjeként összefoglalta az elvégzett munkákat. Megújult a régi tetőszerkezet, új héjazatot kaptak az árusító, a felett árusítóhelyek, a régi betonozott burkolat megújult térburkolatta, falfestések történtek, felújítások, bárdogozási, csapadékvizelvezetési munkák, és ezen kívül térvilágítás és az árusító helyek megvilágításának a kiépítése valósult meg. Én úgy gondolom, hogy látványos és megfelelő minőségben elkészült beruházásról beszélünk. Hangsúlyozta, hogy ezt követően a város lakói ezt az építményt közösségi térként is tudják majd használni. Az elkészült beruházást, a megújult belvárosi piacot Nagy József kanonok áldotta meg. Áldjuk hát az Istent, és kérjük, hogy árassza áldását mindazokra, akik ezen a helyen végzik majd munkájukat. Istenünk, gondviselő atyánk, te a földet és annak gyümölcseit az embereknek átadtad, hogy gondoskodjanak arról, hogy a teremtett javakból mindenkinek jusson. Áld meg mindazokat, akik ezen a téren vásárolnak vagy eladnak, hogy eladásban és megvásárlásban megőrizve az igazságot és a szeretetet, a közjó előmozdításának mutatkozzanak, és boldogan működjék közre a földi ember közösségének fejlődésében Krisztus a mi Urunk által. Közreműködött az átadó ünnepségen a Sümegi Néptánc Együttes. Az átadást követő napon, pénteken már birtokba is vehették a felújított létesítményt az árusítók és a vásárlók. Mit jelent az ön véleménye szerint, ugye ön sümegi, a város fejlődése szempontjából, hogy a piac tér is megújult? Hát sokat jelent. Reméljük, hogy több város is jön, mert ugye idáig nem voltak a feltételek olyanok, hogy normális piac lett volna. Hát reméljük, most már több árus is jön, meg vendég is. Nagyon sokat jelent, ugyanis nem ázik be elsősorban. Nagyon jó a közterületi része, ugyanis nem pugdácsolnak a vevők. Nagyon sok vevő elesett itt a téren, és reméljük, hogy több
piacos jön, több vendég jön azáltal, mivel megújult ez a piac. Hát én is ugyanazt tudnám mondani, hogy reméljük, hogy több vásárló jön, talán még annyit tudnék meg hozzáfűzni, mert nagyon kevés a kereslet a piacon. Már ráfért, más nem tudok mondani róla, úgyhogy nagyon csúnya volt már, úgyhogy és sokkal szebb lett azért. De látjuk, ezzel a kis kerekes kocsival van könnyebben boldog? Igen. Hát reméljük, hogy vonzereje lesz a piacnak, nem a régi lepukkant, ledurrant csúnya környezetben, nem szívesen jön a kereskedő, de a vásárló sem. Reméljük, hogy ez azért úgy a vásárlók, mint az eladók részéről pozitívan fog lecsapódni. Most, hogy itt van már a jó idő, jelentőse a turista forgalom, vagy még mindig a városlakók és a környéken lakók jönnek inkább a piacra? Hát ez állandó. A turista forgalom is bejön, de inkább a itt lakók és a környéken lakó falvakban élő emberek jönnek ide vásárolni. Mennyire tudják ellátni az árusok az ő igényeiket, milyen típusú termékeket árusítanak? Hát azért ez nem olyan nagy várossümeg, itt mindenki ismer mindenkit, az árusok, a vevőket, a vevők, az árusokat, úgyhogy itt, hogyha valaki valamit szeretne kérni az árustól, azt egy héten belül az árus azért megpróbálja beszerezni. A belvárosi piac tehát felújított környezetben komfortosan áll most már, az önkormányzat pályázatának köszönhetően a vásárlók és az árusítók rendelkezésére. A projekt haladásáról, a Tarisznyavárnál történő építkezésről természetesen folyamatosan tájékoztatjuk majd nézőinket. 2018. szeptemberében indult el a sümegi szakképzés egy osztályi diákkal. Most pedig első évfolyamos tanulmányaik végére értek, ünnepélyes tanévzáróra került sor. A sümegi intézmény vezetője összefoglalta az év eseményeit, az elért eredményeket, Véglászló polgármester pedig az eddig hiányzó képzés jelentőségét emelte ki. A tanév befejezése után indul a 9. osztályt végzetteknek a szakmai gyakorlat, melynek során fejleszthetik az eddig megtanultakat. Egy osztállyal indult el a szakképzés ősszel a Pápai Szakképzési Centrum a Csádi Ignác szakképző iskolájának sümegi telephelyén. Az osztály tanulóinak egyik fele az asztalos, másik pedig az eladó szakmát választotta. Elméleti és gyakorlati képzések történtek az elmúlt tanévben, melynek során az alapokat sajátították el. A diákok már egy kis kiállítást is bemutathattak alkotásaikból az ünnepélyes tanévzáró alkalomra. Véglászló polgármester köszöntőjében az alkotás örömének fontosságát emelte ki. Öröm nézni ezeket a kis alkotásokat, főleg úgy, hogy tudjuk, hogy ez az első év eredménye. Tehát ez valóban nagyon fontos, hogy szüksége van sümegnek, sümeg térségének, az egész Magyarországnak arra, hogy végre újra legyenek mesteremberek ebben az országban, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy az eltelt nagyjából 20-25 év alatt megfogyatkozott a számuk, és ez egy nagy feladat az egész ország számára, egy nagy feladat, hogy a szakmai képzéseket újra beindítsa az ország, hogy olyan mennyiségben álljanak rendelkezésre valóban jó szakemberek, akik el tudják látni a feladatokat is, ki tudják elégíteni a lakosság igényét. Kiemelte, hogy nagy jelentősége van annak, hogy az elsőként indult osztály tanulói sikeresen zárták az évet. Ez az osztály az első a rendszerváltás óta, akik szakmát tanulhatnak sümegen. Elsőnek lenni valóban nagyon jó, és ez az érzés is segítsen benneteket abban, hogy a sok-sok nehézség, amivel szembe kell nézni, majd a következő években, hogy azt le tudjátok győzni. Egyébként a város vezetését is sok esetben ez segíti, hogy nagyon sok mindenben elsők tudunk lenni, és törekszünk is arra, hogy egy sikeres várost építsünk, és ennek a sikeres városnak egy nagyon fontos szelete itt a Kossuth Lajos utca 2-ben a szakképzőintézet. Köszönetét fejezte ki a szülőknek a támogatásért, valamint a pedagógusoknak az áldozatos munkáért.
A sümegi telephely igazgatója elsőként a létszámokkal kapcsolatban adott tájékoztatást. 22 kisfecske repült be hozzánk, hogy asztalos és eladó szakmát tanuljanak. Személyi változások közben történtek, távoztak tőlünk fiatalok, illetve érkeztek is hozzánk, így a mai napon 21 tanuló kaphat iskolánkban bizonyítványt. A diákok gyorsan alkalmazkodtak a középiskola követelményeihez. Az általános iskolához képest nagymértékű változást jelentett számukra az is, hogy a közismereti óraszámokkal megegyező mértékben tanulták a szakma fortéjait mind elméleti, mind gyakorlati oldalról. Az asztalosok a műhelyben töltötték gyakorlati óráikat, míg az eladók itt az iskola épületében. Az első megmérettetésre márciusban került sor, amikor a kamara által szervezett szintvizsgán megfeleltek a diákok. Az asztalosoknak faipari produktumot kellett alkotni, az eladók pedig bebizonyíthatták, hogy ki tudnak tölteni egy számlát, ismerik a kereskedelemben használatos gépeket, eszközöket. Van, aki jobb, van, aki gyengébb teljesítménnyel, de mindenki sikeres vizsgát tett. Ez fontos lépés, hiszen ez az előfeltétele a nyári gyakorlat megkezdésének. A tanulás mellett számos fontos esemény zajlott az iskola életében, hangzott el, ezek közül kiemelkedett a szakmák éjszakája elnevezésű országos programhoz való csatlakozás. A tanulók közül a kiemelt eredménnyel végzők jutalomban részesültek az ünnepségem. Szerintem nagyon jó volt, mivel így összemelegedett a csapat, mindenki jól viszonyult a másikhoz, szövődtek barátságok is, jó volt, meg a kirándulások is. Együnk szólt a tanulnivalóról is, mit tanultatok, mennyivel gazdagabbak vagytok most? Hát szakmaiból tanultunk, hogy hogyan kell csinálni, szituációkat gyakoroltunk, hogyan kell bánni egy vevővel, meg ilyesmik. Milyen lett a bizonyítványom? Hát egy hármasom lett, majd azt próbálom jövőre kijavítani. A diákoknak, szülőknek egyaránt a bizonyítvány jelenti az igazolást arra vonatkozóan, hogy a szakképző első évfolyamát befejezetnek nyilváníthatják. Osztályfőnökük egy-egy biztató gondolat mellett nyújtotta át ezen fontos dokumentumot. Szeptemberben egy újabb osztály kezdheti meg tanulmányait a szakképző iskolában. A magyar tanyavilágot bemutató fotókiállítás nyílt a Kisfaludi Emlékházban. 12 művész alkotásait foglalja magában a tárlat, mely megmutatja a hangulatát a tanyasi életnek. Pillanatképek, melyek nyugalmat, derut sugároznak. A megnyitón a köszöntők során elsősorban a nosztalgikus érzelmek kerültek előtérbe, mert mindannyiuknak vannak olyan emlékei, amelyek a régi falusi léthez köthetők, hangzott el. A kiállítás még ezen a héten megtekinthető. A kiállítás gondolata témája Lezsák Sándor írótól származik, aki a hungarikumokkal, Magyarország művészeti múltjával és a népfőiskolai rendszernek a kialakításával foglalkozik. A tanyasi világnak sok helyütt már csak a múltja van meg, s talán az utolsó időszakban születhettek meg ezek az alkotások. Ennek a múltját, ennek az örökségét szerette volna Lezsák Sándor 12 magyarországi fotóművésszel megörökítetni. Egy héten keresztül, másfél héten keresztül lennéltek a tanyasi lét környékén és annak a világában, ahol tényleg saját maguk is úgy fogalmaztak, hogy életük legszebb pillanatai voltak azok a tanyasi életbe történő bepillantások, ahova befogadták őket, és azt lehet mondani, hogy talán azoknak az embereknek, akik ma tanyán élnek, az életük egyfajta nyugalommal telik, és ez látszik a képeken is, hogy egy hihetetlen mértékű nyugalom veszi őket körül, annak ellenére, hogy újra reneszánszát éli a tanyavilág, és nagyon sokan Pestről, vagy nagyobb településről, ugye kiköltöznek, keresve a nyugalmat családjuk számára is, a jó levegőt és az ottani létkörnyéket, és inkább fölvállalják azt, hogy állattartással foglalkoznak, a földet megművelik, és adott esetben olyan mesterségbe kezdenek bele, amely hagyománya és múltja volt a magyarságnak is, tehát szőnek, edényeket készítenek, cserepeket készítenek, és állatokkal foglalkoznak, sőt, mi több őshonos állatokkal foglalkoznak. Vég László polgármester úgy vélekedett, jó, ha sok ember megismerkedik így a fotókon keresztül a tanyavilággal. Nekem inkább ilyen nosztalgikus érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, hiszen
félig anyai ágon én Alföldről származom, és például az én nagyszüleim, meg dédszüleim is Tanyán éltek, úgyhogy én nekem a gyerekkorom úgy telt el, hogy elég sok nyarat töltöttem Tanyán az Alföldön. Tehát nekem vannak személyes élményeim, amik nagyon kellemesek és nagyon jók, és nekem valahogy az Alföld és a tanyavilág az egyrészt úgy összemosódik, másrészt pedig ez úgy összemosódik a szabadság érzésével is. És nem csak azért, mert az Alföld az egy olyan vidék, hogy ellát az ember nagyon messze, hanem valóban az emberek jelleme is talán egy kicsit más. Tehát a táj az mindig az emberek lelkében is ott hagyja a lenyomatát, és az alföldi emberekben, legalábbis így a gyerekkori élményeim alapján azt mondom most is, hogy benne van ez a szabadságérzés, az a fajta attitűd, amit még akár 100-200 évvel ezelőtt is külföldiek, hogyha magyarokról beszéltek, akkor úgy általában magyar jellemzőként mondtak el. Nekem elsősorban ezt jelenti, és egyébként azt is, most pontosan ennek a kiállításnak a kapcsán, hogy tényleg nagyon szépen, ütőképesen működött a csapat, amit Ékes képviselő úr megdicsért, és ezt köszönöm neki. Valóban nagyon gyorsan kellett intézkedni, és büszke vagyok rá, hogy egy-két óra alatt tudtunk dönteni, és tudtunk helyet teremteni ennek az értékes kiállításnak. Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő is azt emelte ki, hogy nosztalgikus hangulat áraszt el bennünket a képek láttán, kiemelte számára a legkedvesebbet. Ahogy a tanyavilágban élünk, de ott van a monitor, ott van a számítógép, ami már kicsit porosodik, és valahol ott van talán az istállóban, vagy nem is tudom hol, tehát az a modern világ, de ez a modern világ is már lassan a múlt, és ez az érdekesség fogott meg engem ebben a világban, hogy lám-lám annyira gyorsan változik a világ, hogy amit mi múltnak képzelünk, az egy pillanatokon belül, pontosabban amit jelennek képzelünk, az egy pillanatokon belül már a múlt, hiszen a számítógépes korszak azért nincs olyan messze tőlünk, és mégis már a múltat jelképezésen, mert sokkal modernebb, sokkal exaktabb témák vannak, és a mai fiatalok számára már ez is egy letűlt kor világát jelenti. A kiállítás megnyitón Hegedűs Boltizsár sümegi népdalcsokorral kápráztatta el a közönséget, továbbvíve hallgatóságát azon a hangulati, gondolati úton, melyet a tanyavilág képei indítottak el. Ugyanúgy miért is hullott könnyárja, csak azért, hogy egy ideig lesz szárva. Budapestre beszaladt a gyors vonat, megoszta az én kedves galambomat. Jó ember a gőzös főmasinista, köszönöm, hogy a galambom meghozta. A május 26-án lezajlott európai parlamenti választás után Sümegen találkoztak a kormánypárti aktivisták Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő meghívására. Jó alkalmat teremtett ez arra, hogy a képviselő köszönetet mondhasson a kampányban való helytállásért, támogatásért. Részt vett a köszönet rendezvényen Véglászló polgármester is, aki büszke a városban elért szavazati eredményekre. Sokan gyülekeztek a sümegi helyszínen, hogy jelenlétükkel igazolják elkötelezettségüket ezúton is. A hármas számú választókörzet aktivistáit hívta meg a térség választott országgyűlési képviselője. Az Európa Parlamenti választás után nagy sikert könyvelhet el a Fidesz, és úgy gondoltuk, hogy azok, akik nagyon sokat tettek azért, hogy szép eredményt érjünk el, azokat az aktivistákat, azokat meghívjuk egy vacsorára, egy baráti beszélgetésre, és itt hivatalosan is megköszönjük nekik a munkájukat. Nagyon sokan voltak, akik aláírásokat gyűjtöttek, akik telefonáltak, akik mozgósítottak, és természetesen nagyon sokan voltak azok, hogy ott a háttérben segítették a mi munkánkat. Azt gondolom, hogy jó néha együtt lenni, és csapatépítő tréningre is néha jó összejönni. Kb. 200 ember lesz itt, akik az egész választókerületben segítették a munkánkat. Természetesen az ő segítségükre a következő választáskor ősszel is számítunk. Szükség van az ő segítségükre, és szeretnénk egybe tartani a csapatot. Mivel lehet motiválni az önkénteseket? Hát ugye vannak nagyon sokan, akik mindenféle ellenszolgáltatás nélkül segítenek, hiszen a jó ügyért oda szeretnék tenni a
munkájukat, az energiájukat, a tehetségüket, de szeretnénk többször tartani ilyen jöveteleket, vacsorázunk, beszélgetünk, és természetesen bízunk abban, hogy pusztán önzetlenül is nagyon sokan segítenek, mert egyetértenek velünk, egyetértenek a céljunkkal. Véglászló polgármester is a sümegi eredményeket és a választás tétjét emelte ki, de már utalást tett az őszi önkormányzati választásokra is. Az európai uniós választás, ez tényleg egy kivételes alkalom volt, több szempontból is, egyrészt már az előzmények. Ennyire fontos európai parlamenti választás biztosan, hogy nem volt. Talán kijelenthetjük, hogy az Európai Unió történetében sem, de az biztos, hogy 2004 óta, mióta Magyarország az Európai Unió tagja, hogy nem volt ilyen, és ez a migráció kérdése miatt volt. A migráció volt az a kérdés, ami úgy érzem, hogy mozgósította az embereket, és ennek köszönhető, hogy Magyarországon nagyon nagy volt a részvétel, és hál' Isten itt a mi választókerületünkben is nagy volt a részvétel, nem kell szégyenkeznünk, az országos átlagot azt hoztuk mindenhol, sok helyen még ennél többet is, és ami igazán fontos nekünk, az eredmények. Az eredményekre nagyon büszkék lehetünk, engedjétek meg nekem, mint házigazdának, mint sümeginek, hogy egy kicsit talán illetlen legyek, de kezdem Sümeggel, mert egyébként tény, hogy Sümeg az kiemelkedő teljesítményt mutatott, hiszen 62%, 61,7%. Nyert a Fidesz-KDNP lista Sümeg városában, és a sümegi járásban pedig még ennél is jobb az átlagos eredmény. Természetesen a különböző települések között elég nagy volt a mocorgás részvétel tekintetében is, meg eredmény tekintetében is, de elmondhatjuk, hogy az átlag az 63%-os eredményt hozott, tehát ennyivel győztünk, ami tényleg fantasztikus. Ha az országos átlagot nézzük, ugye 9-10%-kal jobb, mint az országos átlag. Szépen teljesített mindenki, és emögött munka is van. Végpedig egy olyan munka, hogy mindenki elvégezte a kirótt házi feladatot, gyűjtötték a támogató aláírásokat. Én úgy érzem, hogy tényleg az egész választókerületben sikerült egy olyan hangulatot teremteni, hogy a választó polgárok is ráhangolódjanak erre a nagyon fontos szavazásra, és ez meg is mutatkozott a részvételben és az eredményekben is. A mozgósítás is kiválóan sikerült, majd októberben is ünnepelhetünk akár együtt, akár külön-külön, de minél több helyen, a városokban és a nagyobb településeken mindenképpen remélem, hogy visszaáll a rend, szerintem a rend, és az egész 3-as VK újra narancssárga lesz októberben. A sümegi szavazáson megjelent polgárok döntő többsége a kormánypártra adta le voksát. A városban is jelentős munkát végeztek az aktivisták. Az előponós választásokon egy elég jó sikert értünk el itt Sümegen. 62%-os arányban a Fidesz polgári párt nyerte meg a választásokat. Egy országos szintű részvétel arány mellett, és ezért most egy kis összejövetel van, és ezt ünnepeljük meg. Úgy gondolom, hogy mindenki hozzátette, amit hozzá kell tenni. Tehát mozgósításba, plakátolásba, ami kellett, megtettünk annak érdekében, hogy minél többen elmenjenek szavazni, és hogy ezt a sikert el tudjuk érni Sümegen. Óriási eredményt értünk el, hatalmas munka van mögöttünk, és elmondhatjuk azt is, hogy az országos átlag feletti teljesítményt produkált a mi választókerületünk, hiszen több mint 53%-a szavazott a választópolgároknak a Fidesz-KDNP listájára, és itt mondok köszönetet minden választópolgárnak, különösen azoknak, akik a Fidesz-KDNP-t választották, de még inkább nektek, akik ezt a hatalmas munkát elvégezték, és akiknek végül is köszönhetjük, hogy ilyen szép eredményt értünk el. 85 éves Sümeg város fúvó zenekara.
ebből az alkalomból színvonalas koncertet tartottak a Kisfaludi Sándor Művelődési Központban. Jelen voltunk kameráinkkal és a műsort, értékes riportokkal együtt június 26-ai adásunkban láthatják majd nézőink. Ugyancsak a hétvégén fergeteges táncgála zajlott a Művelődési Központ gyermektáncosainak részvételével, Fehér Barbara művészi munkáját dicsérve. Kicsik és nagyok egyaránt bemutatták tánctudásukat. Ennek részleteit is hamarosan láthatják majd nézőink. Tovább mélyült a jó kapcsolat a Sümegi Gimnázium és egy lengyelországi iskola között, miután a diákcsoport néhány napot vendégeskedett városunkban. Sokféle programot biztosítottak számukra a házigazdák, megismerhették Sümeg nevezetességeit. Jól működő, élénk kapcsolat alakult ki a Sümegi Gimnázium és a lengyelországi Pizdriben lévő partneriskola között. Ősszel a magyar diákok látogattak ki hozzájuk, nemrégiben pedig a lengyel iskolások érkeztek néhány napra Sümegre. Współpraca w zasadzie rozpoczęła się poprzez internet. Eredetileg az internettel kezdődött a kapcsolat. Az iskolánk egyik angol tanára vette fel a kapcsolatot a magyar iskolával. Az első lépésekben a közös dolgokon alapult az együttműködés, közös történelem, közös szokásaink, később pedig ez már kibővült a gyerekek egyéb közös munkáival. Az angol nyelv használata nagyon fontos, hiszen így tudunk kommunikálni egymással. Jest to nasza pierwsza wizyta w tej miejscowości. W każdym razie spotkaliśmy się z bardzo... Az első gondolat, amit Sümegről tudok mondani, hogy az emberek nagyon kedvesek és vendégszeretőek, és ezért nagyon hálásak vagyunk. Mindkét nemzet nagyon melegszívű, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Már találkoztunk a polgármesterrel és egy képviselővel, láttuk a két templomot, és lélegzetelállítónak találjuk. Városi sétát is tettünk, és persze tanórákon is részt vettünk a diákjainkkal. Szép élmény volt, hogy a Szegedi Róza női kar próbájára is elmehettünk. A jövőbeni tervek nagyon egyszerűek. Szeretnénk folytatni az együttműködést, hiszen nagyszerű tanárokat ismertünk meg a Sümegi Gimnáziumban. Szeretnénk majd például online közös órákat tartani. Szeretnénk, ha a magyar fiatalok ismét ellátogatnának hozzánk, és folytatódhatna a kapcsolat élőben is. Pozwoli nam doskonalić umiejętności. Először is a diákok nagyon örülnek, hogy viszont látják azokat a diákokat, akikkel már szeptemberben megismerkedtek és könnyes búcsút vettek egymástól akkor, tehát most nagyon jó, hogy újra találkozhatnak. Az angol használata természetesen egy fontos fejlődési terület, hiszen továbbra is angolul kommunikálnak egymással, illetve én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog, hogy Sümegről is többet megtudhatnak a mi diákjaink is, hiszen a lengyeleknek mindent elsőként kell elmondanunk, néha kiderül, hogy olyan információkat is mi tudunk, amit azt gondoljuk, hogy a mi diákjaink ismernek, és kiderül, hogy nem. Szerintem nagyon jó így, hogy nyelvet is tanulunk, mert ugye, hogy angolul kell beszélni velük, mert nem értjük egymást, és szerintem nagyon jó, hogy kint is vannak barátai az embernek, nem csak itthon, hanem mondjuk, ha a külföldre kilátogat, akkor tud számítani valakire, aki ott kint van. És milyenek ezek a napok most, amit együtt töltetek? Szerintem nagyon jók, hiszen most ők itt vannak, és ki tudja, hogy mikor láthatjuk őket legközelebb, és így még együtt tölthetünk egy kis időt. Vannak különbségek is, vannak hasonlóságok is, de szerintem jól kijövünk, megértjük egymást. A lengyel csapat, köztük az iskola igazgatója, látogatást tett a városházán is, fogadta őket a település polgármestere, és a kölcsönös ajándékozás mellett beszélgettek a két iskola között kialakult jó kapcsolat jelentőségéről. Az utolsó tanítási nap egyikén Meszlényi Dezső, a sümegi kézilabda szakosztály vezetője, jutalmat adott át a Ramazetter általános iskola egyik diákjának, sportolójának, Frank Attilának, e levél kíséretében. Engedd meg, hogy a sümegi kézilabda szakosztály nevében ezután gratuláljak a Telekom Veszprém utánpótlás kézilabda csapatában elért magyar bajnoki aranyérmethez. Kívánjuk, hogy még sok ilyen szép és hasonló érmek, kupák díszítsék szobát, falát. Köszönjük, hogy játékod és kitartásoddal Sümeg város és térségét ezzel az éremmel felhelyezted,
az ország kézilabda térképére. Büszkék vagyunk rád, további sikeres szezonokat kívánunk, és álmaid úgy valósuljanak meg, mint ez a bajnoki arany. Azért vagyunk büszkék az Attilára, mert hogy nálunk kezdhetek kézilabdázni, ami felhívásunkra ugye a Telekom Veszprém közös munkájával, és első körben úgy volt, hogy nem annyira jön be neki ez a sportág, de közben az akaratával és kitartásával egyre jobban kezd éleni, és erre a teljesítményre Veszprém is felfigyeltek, és a Telekom Veszprém Tapolca csapatából megkívást kapott a veszprémi nagycsapatba, ami azt jelenti, ami a központi veszprémi csapat az U11-en nemzetközi tornákra jár, legutoljára Szlovéniában ő lett a legjobb kapus játékosként. Sajnos most szombaton nem tud itt lenni a tanévzáron, mert Zágrában lesz a nemzetközi tornán, ahol ismételten a Veszprémnek a csapatában fog védeni, és akkor nem tudnak neki odaadni ezt az ajándékot, amit úgy gondoltuk neki, hogy ez jár neki, és ezzel szeretnék a többi sümegi kézilabdás srácot arra biztatni, hogy van további is remény, tehát nyugodtan jöjjenek edzésekre, járjanak hozzánk, mert hisz itt van a Telekom Veszprém Sümeg, akiből akár a nagy csapat is be lehet kerülni, úgy, mint az Attila. Hát én úgy jöttem ide Sümegre még az annó, hogy én kapus szerettem volna lenni, erről nagyon nem is volt kérdés, és úgy igazából tavaly kezdtem el, tavaly első fél évben csak Sümegen, utána kettő edzés Sümegen, kettő edzés Tapolcán, és idéntől már csak Tapolcán edzek. És hol tartasz most, milyen feladatok várnak rád, és milyen csapatban játszol? Hát úgy szoktunk, hogy meccsekre, ugye szezonban hétvégenként a Telekom Veszprém Tapolca csapatában, és ilyen külön kupákra pedig a Telekom Veszprémmel. És hát most az a feladat, hogy Veszprémbe megyünk, menjek majd hetedikre. Tehát ez azt jelenteni, hogy ott is járnál iskolába, és akkor többet tudnál edzeni? Igen, azt jelenteni, hogy oda megyek iskolába. És mekkora kedved van ehhez? Nagy, nagyon nagy. És mit ad neked a kézilabda? Miért pont ezt a sportágat választottál? Igazából, mikor nem költöztünk el, azt se tudtam, hogy ez a sport létezik. Akkor még vízilabda fan voltam, ugye nagyapa miatt. Aztán mióta ide költöztünk, apa megmutatta a kézilabdát, először a VB-t, aztán Sümegen megnyílt ez a kézilabda lehetőség, aztán így kezdtem el. Szabadidőben mindig azt csinálom, egy ilyen mozgás lehetőség. És milyen lesz a bizonyítványod mindemellett? Hát 4-4-es lesz a többi 5-ös. Attila mindent tud a Telekom Veszprém felnőtt kézilabda csapatáról, vég nélkül sorolja a nagy neveket. Természetesen példaképet is közülük választott. 1977-ben alakult, két játékos vonult vissza az idei szezonban, Momi Rilics és Nagy László. Mikler Roland eligazolt a Szegedhez, helyére jött Vladimir Cupara és Székely Márton. Mikler Roland. Te is olyan kapus szeretnél lenni, mint ő? És milyen út vezet oda szerinted, mit kell ahhoz csinálni? Kemény munka. Az első aranyat Attila az Albert Flórián kupában szerezte, itt 4 régió győztese játszott, ez egy magyar bajnoki Final Four volt U11-ben, mondja büszkén a csapat kapusa. A riportunkat követően az elmúlt hétvégén a Zágrágbi tornát is megnyerte Attila csapata, a fiú egyre több játék lehetőséget kap. Ezért is érdemes Sümegen kézilabdázni, mert a siker lehetősége ott van mindenki előtt. Lássuk még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Újabb siker. Megújult a belvárosi piac. Évzáró ünnepségek. Véget ért az első tanév a szakképző iskolában is. Otó kiállítás. A tanyavilág jelenik meg az Emlékház tárlatán. Híradónk után az ablakkal a Város Közéleti magazinjával jelentkezünk. Mai adásunkban elsőként Viola Norbert, a Közszolgáltató Kft. Ügyvezető igazgatója lesz a vendégünk a stúdióban. Majd az általános iskola tanévzárójáról és a 8-asok ballagásáról készített összefoglalónkat láthatják. Végül pedig a zeneiskola idei eredményeiről beszélgetünk. A www.sumegtv.hu weboldalunkon korábbi híradóinkat és magazin műsorainkat is megnézhetik. Érdemes böngészni a sumegonline.hu oldalunkon, ahol minden városunkat érintő friss hírről értesülhetnek. Kövessenek minket a Facebookon, várjuk kedves nézőinket a jövő héten is!